A továbbiakban a természet ugye gyógyászatról lesz szó, a természet gyógyászat Magyarországon. Egy olyan úriember fog róla beszélni, aki a legavatottabb ebben a témában, és a legnagyobb szakértelemmel tud erről beszélni, mivel nem csak a szakmája ez, hanem szívvel lélekkel is csinálja, mert nem munkának tekintenem ez az élete. 20 éve már a Magyar Természetgyógyászok Szövetségének az elnöke, Pro et Vita Natura életműdíjas természetgyógyász. Kérem, hallgassák nagy figyelemmel dr. Tarackozy Istvánt, a Magyar Természetgyógyászok Szövetségének elnökét. Köszönöm. Sokkolom, köszöntök mindenkit, és kezdjük egy közös gondolkodással. Az előadás címe Magyar Természetgyógyászat. És mindjárt kezdjük egy mesével. Emlékeznek a három kismalac, meg a farkas. Röviden, az egyik kismalac az nádból építette a kunyhóját, a második rőzséből, vagy valami ehhez hasonlót, nem vagyok annyira pontos már, a harmadik kőből. Jött a farkas, gyereki kismalac, meg akarlak enni, vagy azt mondta, hogy kismalac, engedj be, ugye, ilyen éneknóta is van róla. Lényeg, ráfújta nádból készült kunyhóra, összedőlt kismalac, futott a másikhoz. Oda ment, bement a fából építettbe, ráfújt, összeomlott, futottak. Mi maradt éppen a kőből? Na most, tehát mit akart ez a mese szimbolizálni? A ráció, az észszerűséget. És hogyan lesz ebből magyar természetgyógyászat? Kedveseim, kérdezem, és hangosan gondolkodok, ahol a világ legmélyebb csendes óceáni árka húzódik, ahol köztudottan a világ legveszélyesebb földrengéses zónája van, akkor a világ, kérdője, legokosabb emberei odaépítenek atomerőművet? És elnézést, a kiszabaduló radioaktív anyag már egyszer megkerülte a Földet. Nézzenek föl, köszöntsék a rációt, az eszet. És akkor hozom a példákat, és magunk megkérdezik, hogy hol van a magyar természetgyógyászat? Jó? Menjünk tovább. Mit gondolnak Európában, melyik a legnagyobb gabona exportőr, tehát a legnagyobb mennyiségben gabonát termelő és exportáló ország? Segítek, válaszolok. Franciaország. Egy hektárnyi területen a magyarokhoz képest körülbelül 5-10-szer több hektáronként termés átlagot hoznak ki, és ebből van a kivitel. Második kérdés. Mit gondolnak, melyik a legnagyobb gabona importőr? Franciaország. Miért? Nagyon egyszerű. Ha a francia gabonából maguk megőrlik, és abból próbálnak valamit csinálni, nem áll össze kenyéré, kiflé, nincs tartalma, nincs minőségi, nem mennyiségi, nem szénhidrátról, minőségi tartalma nincs. Francia kutatók mit csinálnak? Van egy ilyen kutatási módszer, egyszer egy méterszer egy méteres gödröket ásnak a francia búzatábla közepén, majd úgymond Magyarországon is még tovább. És ott összeszámolják, hogy hány giliszta van benne, hány baktérium és az milyen, az úgynevezett termőképes réteg az meddig terjed le, és ez egy bizonyos tudományos átlagba kijön. Tehát kiderült, hogy ezen a bizonyos francia termőföldeken a magyar, vagy ha még keletebbre megyünk országokhoz képest, nem tized, századszor kevesebb élő organizmus van, ami a talajt újra termékenyé tenni. Akkor tehát honnan van az a bizonyos tízszeres búzatermelés? Hogy szuper erősségű kemikáliájuk van, műtrágyájuk, ennek köszönhető ez a termés átlag. Mindent fölfújnak. Tehát akkor figyelem, és mit gondolnak, ezt a lisztet Franciaországban eszik meg? Nem, importálják, illetve az abból készült termékeket importálják. Nem akarok mutatni a bevásárló központokba, hogy milyen termékeket tetszenek velem együtt enni, csak sugok. De menjünk tovább. Amerika Egyesült Államok a úgynevezett növényi peszticidek, tehát kemikáliáknak melyik mezőgazdasági iparágban, melyik terület a legnagyobb felhasználója? Mondom, nem tudják, nem érdekes. 60-70%-ban a gyapotipar használja. Na és?
mi készül a gyapotból? Ez. És akkor érdekes, hogy az emberek egy része elkezd viszketni, allergiás, ekcémás lesz, stb. Stb. Nincs még a sorozatnak. A gyapotot miután leszedik a fehér részét, úgynevezett gyapot pogácsát csinálnak. A gyapot pogácsát kivel, mivel etetik meg? Tehenekkel. Kimutatták, hogy a tehenekben, figyelem, nem a tej a fontos, hanem a gyapotban levő mérgező anyagok többszöröse, és akkor kérdezem, mi az, hogy megengedett? És térjünk rá erre a hülye fogalomra, hogy megengedett. Ha most önöket megszűrnék, mint ahogy megszűrik néhányan, például Zaher Gábor toxikológus is elment, és a vérében a különböző úgynevezett kémiai peszticidek, tehát növényvédőszereket vizsgálták, és kiderült, hogy DDT-t találtak benne. Ez még úgymond az átkos Kádár rendszerben egy szuper írtószer. Fél Afrikát ezzel írtották, a malária szúnyogot, stb. Stb. Ez belement a növényekbe, belement, és 5-10-15 év múlva jelentkezik az önök ételében, úgymond szervezetében. Akkor kérdezik, hogy hol van a magyar természetgyógyászat? Példákat hozok. Magyar természetgyógyászat. Nehogy azt higgyék, hogy csak kintről hozok példákat, csak még egy utolsó. És mindig itt megpróbálok neveket nem mondani, ha véletlenül rátetszenek fülelni, hát akkor az önök baja. Tehát én nem mondom ki. Egy nagy-nagy húsipari vállalat. A dolgozók nem kapta fizetésemelést, ezért kandi kamerával filmre vették a következőt. Figyelem, ezt tévébe bemutatták, hogy a magyar disznó az nem kell, ugye értelemszerűen, hanem úgy hozzuk a disznóhúst. Fagyasztott állapotban, nagyon messziről. Mint kiderült, 10-20-30 évvel ezelőtt ölték le a disznót, piaci árul alul kapták, és miután kiengedték a fagyásból, ugye, hogy fel tudják dolgozni, az, hogy folyt belőle a zöldes, gennyes, sárga genylé, és ez filmre volt véve, ez enyhe kifejezés. A film hatására az INTS ugye vizsgálatot indított, és figyelem, elmondom az INTS, akkori INTS-nek a határozatát és véleményét. Az XY húsgyár az úgynevezett konzerv elkészítési eljárásai során kizárja az előbb látott anyagból készült káros hatást, tehát a termék alkalmas húskonzervek stb. Készítésére. Kellemes kolbász, húskonzerv fogyasztást kívánok. Legális, hogy a gennyet, ugyanis hogyha megfőzöm, sterilizálom a gennyet, azt meg lehet enni. És csináljuk. Másik húsipari vállalat, két nappal ezelőtt arra elsétáltam Békés Csaba magasságába. Egy barátom ezt az új sertést csinálja, ezt a mangalica, köszönöm. 300-400-zat ad le, 2-3 havonta. Leadja, figyelem, de nem vagonírozzák ki a sertést, hanem allan a pillanatban kiviszik külföldre, direkt nem mondom meg, akkor rájönnének, tehát az élő sertést, és mi megkapjuk a fagyasztott sertést, amelyből csináljuk a híres magyar, megint nem mondom ki a termék nevét. De menjünk tovább, egyszerű példá. Jött a kedves betegem, és mindig beszélnek, hogy mi orvosok, micsoda hálapénzeket kapunk. Nem hálapénzt kaptam, hanem 1,5 kiló libamájat. Értik? Ezerszer többre beszélök egy ilyet, amikor a szívéből adja a libamájat. Csodálatos! Első étterembe bementem, a felét odaadtam a szakásnak, másikat süsse meg. Életembe egyszer dűzsöltem a libabájból, 80 dekát megettem. Eltelik egy hét, újra jön, újra kéri a szívességet. Én újra adom, hát a libamáj az libamáj, én is abból élek. Tehát, és csak úgy felteszem a költői kérdést, és szólok neki, hogy figyeljen. Azért mondom, tudja, hogy ez a tablett, amit kiírok, ez ebből 2-3 szem is nagyon erős májméreg, nagyon hatásos, de őrült erős májméreg. Elmosolyodik, és bevallja, hát nem is nekem lesz. Hát mondom, hát mégis kinek? Hát tudja, doktor úr, észrevettük, ha egy tablettát benyomok a libának, 2 nap múlva kész a zsíros libamáj. Tehát magyarul az általam felírt gyógyszerekkel úgymond direkt hepatózis, ugye, tehát libamáj zsírosodást csináltak. Kedveseim, ez a jéghegy csúcsa,
mert egyszer tessenek eljönni velem egy csirketelepre, és ha meglátják, hogy ott mi megy négy szinten, akkor maguk rosszul lesznek, és figyelem, ha nem pácolnák, és nem fűszereznék be a csirkét, hanem úgy sütnék ki, úgy eredetibe, csak sóval, figyelem, akkor a belső rész, ami nehezen sül át a csontnál, azt megtetszenének szagolni, az büdös lenne. Jobb esetben milyen szagot éreznének, figyelem, hering vagy hal szagot. Ugyanis kiderült, hogy a nagyüzemi tartásban ugye az antibiotikum és testnövelő doppingszerek mellett, figyelem, halporral etetik a kedvenc csirkémet, tehát magyarul, és jön az illető, hogy hal allergiája van. Meg lazac, meg a tengeri, stb. Stb. Hát azokat őrlik bele. Maguk kérdezik, hogy hol van a magyar természetgyógyászat? Sorolja. Kedveseim, Magyarországon az első talajvízzáró rétegig a talajvízünk, figyelem, kemikáléval szennyezett. És maguk itt álmélkodnak, hogy hol van itt biokertészed, biogyümölcs, meg stb. Ne ámítsák már magukat. A biogyümölcs, biokertészet csak ott van, ha maga elülteti, maga nem permetezi, csak maga locsolja, akkor. Honnan lehet megismerni egy gyümölcsről, egy zöldségről, hogy bio? Nagyon egyszerű. Ha van benne kukac, jegyezzék meg. Ha nincs, az nem bio. Amelyikben megdöglött a kukac is, az mérgező gyümölcs. Soroljam, és maguk azt kérdezik, hogy hol van a magyar természetgyógyászat? Kedveseim, 2 héttel ezelőtti hír. Visszavontak, nem tudom, XY áruházláncból 4 tonna paradicsomot. Mert a megengedetnél többszöröse volt a, többszöröse, így írja a cikk, a megengedett vegyszerek. Mi az, hogy egy paradicsom és megengedett vegyszer? Kiderült, nem többszöröse volt, 12-szerese volt. Értsék meg, hogy mi az, hogy egy emberben a megengedett vegyszerszint. Nincs megengedett vegyszerszint. Paradicsom. De mondtam, ez mindenre vonatkozik. Minden egyéb területre. Nem csak az élelmiszerekre. Vegyük a levegőt. Egy hónap ezelőtti cikk. Budapest, hova tartozik a levegő szennyezettség alapján Európában? Hanyadik hely? Első. Elsők vagyunk. Nem én hoztam az információt. Európai mérés szint. Kedvenc hazám, kecskeméti vagyok. Magyarországon hol tart a levegő szennyezettségben? Az 1. 5-ben benne vagyunk. Csak azt nem tudom, hogy hogyan. Ugyanis egyetlen egy gyár nem működik. Akkor mi okozza a szennyezettséget? A lényeg, hogy kiderült, hogy Budapesten a szennyezettség hátterében a gépkocsik égés termékének ez a mikro fekete pora van, aki itt lakik önök közül, sajnos én is egy kicsikét néha Pesten vagyok, becsukom az ablakot, és 4 nap múlva hiába nem nyitom ki, de belül vastagon fekete por van. Na most Kecskeméten mi van? 20 évvel ezelőtt még, figyelem, becsuktam az ablakot, és sárga por volt. Ugyanis Kecskemét városát úgy hívják, hogy az aranyhomok városa. Ugyanis körülöttünk már mindenki van száradva, az Alföldről kerül befelé a por, tehát innen, néha, amikor homokvihar van, nem tudjuk kinyitni a szemünket, tényleg, se recseg a homok. Ma már változott. 3-4 év óta tapasztaltam, hogy a sárgás-barna homokhoz, figyelem, fekete-barnás finom mellékszín keletkezik, tehát akkor honnan van, amikor nem működik egy gyár se? Minden gyárunkat bezárták. Kedveseim, tudják, hogy egy MiG-21-es típusú vadászgép fél alatt mennyi üzemanyagot füstöl el? 2-3 tonnát. Na most nem egy repül fel egy nap, hanem 2, 3, 4, 5. Tehát Kecskemét városa fölött 15-20-30-40 tonna üzemanyag ég el naponta, nem beszélve arról, ami a városon belül keletkezik. És ugyanez volt köz a mirázsgépekkel, és így tovább. Tehát akkor csodálkoznak, hogy Kecskemét az 1. 5-ben benne van? És maguk azt kérdezik, hogy és akkor a magyar természetgyógyászat? És akkor válaszolok. Igen, a magyar természetgyógyászat. Don Quixote-i harc. Szélmalom harc. De ezek a hülye emberek, akiket úgy hívnak, hogy természetgyógyászok, mi ezt érezzük belül hivatásunknak. Nem csak, hogy rámutatni, hanem ott, ahol lehet segíteni az embereket. De hát még egyszer, tudok a japán ésszel versenyezni? Tudok a spanyol paradicsom termelőkkel, akik 4 emelet magasságba életükben napot nem látott paradicsomot termesztenek lebegő vízfelszínen, és csak szórják be a kemikáliát?
Nem tudok. Ez nem verseny. Ez élet-halál kérdése. És tovább megyek. Most még csak az élelmiszerekről beszéltem. Most még csak a környezetről. De ugyanígy beszélhetnék a vizeink tisztaságáról, de ugyanígy beszélhetnénk, ami most nagyon fontos, az elektroszmog. Kell, itt beszélek egy ilyen őrült mikrofonba. A mobil itt van a zsebemben, vagy jelezze, mikor jár le a időm, amit kaptam önöktől. Figyelem! A Stockholmi Karolinska Intézet leközölte egy 20 évvel ezelőtt, azóta is érvényes, hogy ahol magas feszültségű vezeték megy, észrevették ezek az őrült svédek, norvégek, stb., hogy a gyerek leukémiás daganatok megbetegedés száma 2-3-4-szer több, mint akik ettől messze laknak. Most figyeljenek! Ez azért volt érdekes, mert Kecskemét városa egy új lakótelepet egy ilyen magas vezeték alá telepített, és az ott lakók, uram, bocsá, olvasták ezt a cikket. Bejöttek, és úgymond följelentették a várost az építőügyi hatóságnál, hogy mi történt. Mi történt? Összeült az egészségügyi bizottság, amelyben én is tag voltam, és az egészségügyi bizottság megállapította, értik? Megállapította, így, mert nagyon értünk hozzá, értik, hogy ez hülyeség. Az angolok nem ezt csinálták. Mit csinálták? Azt mondták, ezek a szemét, stockholmiak, az anyátokat, és megcsinálták ugyanazokat a méréseket. És figyelem, a British Medical Journalben rá 4 év múlva kijött ugyanez az eredmény. Ki mondta? Ahol magas feszültségű vezeték van, ott figyelem, a tumorok, a daganatok száma ugrásszerűen megemelkedik. De a Kecskeméti Egészségügyi Bizottság nincs, vegyék tudomásul. De ha előveszik a régi DMASZ, EMASZ, ezeknek a szervezeteknek a, van ez a szabályzata, ott fehéren, feketén olvastam leírva, hogy magas feszültségű vezeték alatt és jobbra-balra van egy biztonsági sáv, 60-70 méter alatt, és nem tudom, 200 méter, tilos embereknek tartózkodni, házat építeni, stb. Tehát maga az elektromos szakemberek azok tudják, de az egészségügyi hatóságaink azok nem akarják tudni. De nem csak a magas feszültségű vezetékről van szó, hanem értsék meg, és jön a következő kísérlet, a mobiltelefonok, ugye 70-es, 80-as évektől indul, ugrásszerűen elkezdett emelkedni. A mobiltelefonok számának emelkedésével véletlen egybeesés. A prostatatumor és az agydaganatok száma szinte vele párhuzamosan növekedett. Ezekről az iviv, miviv, meg ezek a terek, amik vannak fölöttünk, már nem is akarok beszélni. Tehát figyelem, valami, csak valami köze van. Hát ennyi prostatatumoros nem lehet. Szűkebb területen valamikor patológus korboncnokként dolgoztam, és bevallom őszintén, 40-50 éves kor alatt nem találtam 20-30 évvel ezelőtt tumort. Második, amit elkövettem, és mindjárt mondom, összegyűjtöttem a saját intézetünknek az anyagát, és bevittem az akkori számítógépes rendszerbe, ami nem nálunk volt, hanem a gépipari automatikus főiskolánk volt, körülbelül egy ekkora mindez a nagy terem, tehát még azok a nagy szekrény számítógépek voltak, bevittem az összes anyagot, és a következő jött ki. Hipertónia, infarktus, magas vérnyomás, agyvérzés, stb. Halálozás, figyelem, kádárrendszer ideje, itt mondom, figyelem, 60-70-80 éves korosztályban, megindul. És ahogy haladtunk, úgymond közeledtünk a vizsgálati eredmény felé, elkezdtük tapasztalni, hogy figyelem, a csúcs már nem 70-80 éves korban van, hanem 50 éves, már 45. És amikor az első embert boncoltam, 17 évesen koszorú ér elmeszesedéssel és infarktussal, nem hittem a szememnek. 17 év. A daganatokra ugyanezt tudom mondani. 50 fölött találtam daganatokat, és ezeket úgy hívtuk, hogy primer daganatok, tehát tételezem fel, az csak mondjuk a emlőből jött, emlőtumor. Az csak a májból, májtumor, az a tüdőtumor. Amikor olyat találtunk, hogy jé, egyszerre van neki úgynevezett primer emlődaganata, meg egyszerre van a májdaganata. Tehát teljesen két különböző sejtípus,
Hát ez már irodalmi ritkaság volt, ebből cikket írtunk. És egyszer jött, hogy hármas primer tumor. Tehát volt emlőtumora, májtumora, és mondjuk egy vastagbéltumora. Megint cikket írtunk. Nem telt bele 5 év, figyelem, 4-es primer tumor. Volt egy tüdőtumor, emlőtumor, epeolyogtumor, vastagbéltumor. És itt befejeztem. Figyelem, ez azt hiszik véletlen. Miért nem volt ez hamarabb? És akkor maguk azt kérdezik, hogy a magyar természetgyógyászat helyzete? Hát gondolkodjanak el már egy kicsikét. És ugyanez vonatkozik. Én kisgyerekeknél, még egyszer, 50 éves korton indultak a tumorok. Én 20 éves korban, 20 év alatt, 10, 5, stb. Agydaganatot nem láttam fiatal gyerekeknél. És egyszer csak megindult. Ma már elnézést, minden második tévéműsor, mentsük meg Danikát, mentsük meg Bélukát, Istikét, Zolikát, mert agydaganata van, stb. Nekem is nagyon sok agydaganatos betegem, kisgyerek jött már hozzám. Mi történt? Ébredjenek már föl. Ébredjenek föl? Igen. Vegyék észre, hogy változtatni kell. Legyenek, volt az a jelsz, hogy légy résen. Hát nem így. Legyenek éberek már. Ne dőljenek be minden hülyeségnek. És itt a kedvenc témám, ugye, a H1N1 vírusos oltás. Maguk nem tudják elképzelni, hogy hány rádió, tévé, stb. Hívott volna be, ha bemegyek, hogy nyilatkozzak. Nem nyilatkozok. Gondolkozzanak egy kicsit. És követtem. Elindult szeptember, október, meghalt a 15. H1N1. December, meghalt a 28. H1N1. Január, meghalt a 45. Február, márciusban volt az utolsó média, meghalt a 75. H1N1 vírusban szenvedő beteg. Kedveseim! Tudom, hogy akik meghaltak, azoknak vége. Nem akarok most csúnya. És kit érdekel, amikor ma Magyarországon évente 100 000-nyi ember hal meg? És ebből 50-60 ezer magas vérnyomás, infarktus, cukorbetegség. Figyelem, 20-30 ezer között hal meg tumorban, és a fennmaradó a többivel. Most a 75-höz képest nem ezekkel kéne foglalkozni? És már most mondom, én nem adattam be a H1N1-et. Mert miért kellett volna beadatnom? Azért, mert annak a KFT-nek, amelyik csinálta, hát ennél nagyobb üzletet? Hát hogy a fenében ne etetnék meg magukat? És vonatkozik ezzel minden egyéb gyógyszerre, és így tovább. És csodálkoznak visszatérve a francia példára, visszatérve az amerikai, az argentinra, a magyar példára, akkor csodálkoznak, hogy igenis táplálék kiegészítőkre van szükségünk, mert mindent kiszedtek a termékekből, a gyümölcsökből, a zöldségekből, a húsból, és így tovább. Értik? És aki tehát ezzel foglalkozik, próbálja úgymond a lehetőségéhez képest, lásd akár ez a cég, akinek most a színpadnál állunk közös szervezésben, lásd a természetgyógyászokat, de lásd a Juliska nénit, az az egyszerű parasztasszony, aki ott eteti, a saját termésű búzájával ott kapirgálnak a tyúkok. Egyenek már meg egy olyan tojást. Nem az, hogy egyes tojás, kettes tojás, hármas tojás. Elnézést, a tojást úgy hívjuk, hogy tojás. Pont! Tehát ha megesznek egy tanyasít tojást, egyet, az egy hétig elég, mert akkor is érzik annak a tanyasít tojásnak az ízét. Ebből megehetnek 50-et. Hát valamit ettem, de még enni kéne valamit. Értik? És akkor kérdezik a magyar természetgyógyászat helyét és szerepét? Don Quixote-i harc. Záró gondolat tehát a következő. Az emberiség legnagyobb ellensége maga az ember. Ha az ember ellen maguk nem fognak össze, akkor az ember kinyírja az emberiséget. H1N1-es üdvözletem. Köszönöm, hogy meghallgattak.